magyar hangok. Kisfalvi Krisztina, Orosz Helga. Varga Gábor. Sánta Anna Mária. Mózer Károly. Martin Márta. MacLeod lányai. Az előző részekből. Azt mondták, nem tett semmi rosszat. Kisétált a tárgyalásról, és élte tovább az életét. Nekem meg semmim sem maradt. És senki! Zavaró ez egy kiskutyának, új férfi az életében. Csak jobban meg kell ismernie. Nem alhatunk együtt, míg össze nem szokunk. Ha benzint akarsz, keres más kutat, ez bekrepált. Látom. Mostanában rossz paszban vagyok. Minden elromlik, szétesik. Mintha az egész kócerájnak vége lenne. Grace, téged szeretlek. Itt van a kulcsod. Megtarthatod a mercit. Miért? Mit tettem? Semmit. Nem tettél semmit. Engem nem lehet szeretni. Grace. Nem mondj ilyet. Csak ismét nőnek akartam érezni magam. Hey, Grace. Én tettem. Megbuheráltam a kocsidat. Kérlek, ne. És képzeld csak. Stevie segített. Hogy voltál képes egész idő alatt eltitkolni? Nem felejthetnénk el, olyan régen történt. Állj mellém! Stevie, te vagy az? Grace? Stevie? Grace? Átkozott oposszumok, a kexre jönnek. Ki van ott? Ki van ott? Nem aludt itt Patrick? Nem. Már értem, miért maradt még tej? Őrült ötletem támad, hogy költözzünk össze. Tarthattam volna a számot. Miért őrült ötlet? Szerintem korainak tartja. Azért nyitott szemmel vágj bele. Úgy nem kerülhetsz bajba. Stevie, hidd el, biztosan nem oposszum volt. Hidd el, hogy nem lehetett más. Ők nem nyitogatják az ajtót. Akkor biztosan nem csuktuk be rendesen. Grace, hány órakor érkezik a csorta? Hamarosan. Akkor ki kell pucolnunk a gérhes Jimet. Már elintéztem. Már bocsánatot kértem. Nem csinálhatom vissza, amit megtettem. Sába ez, Stevie. Hagyjuk. Most már mennem kell. A lovat nem tűnnek éhesnek. Meg tudom érteni. Ki tudna enni ilyen feszültségben? Mi lesz, ha Grace sosem bocsát meg Stevie-nek? Talán elmegy a Droversről.
Ó, erre nem kerülhet sor. Olyan régen történt, nem értem, mi baj a Grace-nek. Én meg tudom őt érteni. Egyszer elárult egy barátom. Ellapolt egy állást az orrom elől. Alig tudtam elhinni. Ezért megszakítottad a barátságotokat? Többé nem bíztam benne. Ezzel vége volt. Grace és Stevie együtt laknak. Valamit csak ki kell találniuk. Hé! Hey! Megérkeztek már az új csordával? Nem. Mi a baj? Már itt kellene lenniük. Felhívom őket. Hé, hey, Grace! Ugye meg fogjátok oldani Stevie-vel? Taylor, hagyjuk ezt. Semmi baj. Megegyeztünk. Kit izgat, hogy nem írtam alá semmit? Kezet ráztunk. Talán nem ártana, ha betartaná a szavát. Elvesztettük. Jim Selkirk több pénzt ígért. Ezt nem teheti. Most mi lesz a Fisheri húsüzemmel? Ha 3 havonta nem szállítunk le 100 jószágot, végünk. Jimnek nem kellett volna alánk vágnia. Beszélek vele, és visszavonja az ajánlatát. Vagy mégsem. Siess, hát ha találok másik csordát. Nem árt, ha kétféle megoldást keresünk a problémára. Jó, de ne kös üzletet a megkérdezésem nélkül. Nehogy 2 csordánk legyen. Segítség kéne. Cukor beteg. Megyek. Ti intézzétek a csorda ügyét. Köszönöm. Hé, fiú, semmi baj. Semmi baj. Látod, valami baj van a gyomrával. Szerintem szorulása lehet. Nyugalom. Nem tudom, mi tehetett. Ne félj, hamarosan meggyógyítunk. Jól van. Legjobb, ha kap beöntést és mozgatjuk. Különben belehalhat. Hát ez meg mi lehet? Mit ugathatnak? Hé, van valami a zsákok mögött. Komolyan meg akarod nézni? Oda megyek, te várj meg itt. Terves, Turbó, gyertek onnan! Óvatosan. Ó, itt nem találsz kekszet, kis pajtás. Gyere, gyere szépen. Hé! Hey. Elfelejtetted befedni? Nem, feltöltöttem, azután bezártam. Most csak nem üres. Szerintem cukrot túletették. Tehát ez okozta a szorulást. De én biztos, hogy nem adtam neki többet. Akkor ki lehetett? Jó napot, Jim! Hogy mint? Örülök, hogy látom. Mit tehetek magáért? Bizonyára félreértés történt. A csordáról lenne szó, amit ma reggel vett. Tudja, ajánlatot tettünk rá, és elfogadták. Igen? Csak ugye? Igen. És tudom, hogy nem akart keresztbe tenni nekünk. Szerződés?